Az éppen 50 éve alakult Muzsikás Magyarországon az egyik legnépszerűbb, külföldön a legismertebb magyar népzenei együttes. Az ország kulturális nagykövetei közé sorolják őket. A Magyar Kultúra Napját a jubiláló zenekarral ünnepelték a pécsiek. Vendégművésznek Balogh Kálmán cimbalmost hívták meg, akivel nagyon régi és kiváló kapcsolatot ápolnak. Én 12 éves koromtól játszottam a Miskolci Javas Táncegyüttes zenekarában, az még nem egy táncházas zenekar volt, ott még írott kottából játszottuk a feldolgozásokat a néptánc alá, és jártuk a fesztiválokat, és akkor én már láttam a Muzsikás együttest, és engem nagyon megfogott, hogy ők egész másképp játszanak, meg más a zene, autentikus zene, és hát mindig csodálattal néztem őket, van köztünk pár év különbség, ilyen 8. Körülbelül 8 év különbség. Én egy kicsit a tanítványok is voltam. Az együttes otthonosan mozog, csak úgy a folk, népzenei és világzenei fesztiválokon, mind a komoly zenei koncerteken. Hamar Dániel vezetőtől megtudtuk, elsőként sikerült elfogadtatniuk a világban a magyar népzenét, mint önálló, minden más műfajjal egyenértékű zenei stílust. Visszatekintünk erre az 50 évre, azokat a barátainkat, zenésztársainkat hívjuk meg egy-egy koncertre, akik jelentősek voltak a Muzsikás életében. Olyan zenéket játszunk, amiket valamikor régen játszottunk, ami most a szívünk közepébe van. Tehát valamilyen módon ez egy visszatekintés. Ez 50 év tényleg nagyon sok, tényleg 50 év. És azt kell mondani, hogy ha valaki 50 évezőt azt mondja, hogy ezen a gyönyörűséges koncertterembe fogunk zenélni, akkor ez is meg kell várni, hogy fölépüljön, de azt hiszem inkább azt lehet mondani, hogy nem hittük volna el. A fél évszázados Muzsikás számos díj és kitüntetés birtokosa, így például a Magyar Művészetér díj, a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj és a Prima Primissima díj. 2008-ban európai zenekarként elsőnek a legrangosabb nemzetközi világzenei díjjal, a Vomex díjjal is elismerték őket. Pécsen a Kodály Központban megtartott jubileumi koncert fergeteges sikert aratott a Magyar Kultúra Napján.